A siófoki párducok ezidáig parádésan szerepelnek az EHF kupa csoportkörében is. Elsőként hazai pályán fogadták a dán Herning IKAZ csapatát, majd Németországba a Metzingen otthonába látogattak, és mind itthon, mind idegenben meggyőző játékkal ragadták magukhoz a 2 pontot. A lányok a Sevehof elleni hazai összecsapásra készültek, amikor meglátogattuk őket, és bent állt az SKC új videóelemzőjét. A norvég szakembert kiragadtuk egy kicsit a konditeremből, hogy elképzeléseiről, szerepéről faggassuk a siófoki párducoknál. 49 éves vagyok, otthon Norvégiában vannak gyerekeim és egy barátnőm, akik várnak haza. 20 éve vagyok a kézilabdában, 15 éve vagyok a norvég kézilabda rendszer tagja, Oroszországban dolgoztam férfiaknál 3 évet, női vonalon a női bajnokok ligájában is dolgoztam. Gyakorlatilag azt mondhatom, hogy végigjártam a ranglétrát, és szerencsésnek érzem magam, hogy ami a szenvedélyem, ami a hobbim, abban találtam meg a hivatásomat is. A norvég szakembert arról is faggattuk, miben látja a különbséget a norvég vagy skandináv iskola és más európai kézilabda iskolák között. It's very special organization form in Norway. We start in young age category. A norvég iskola szerintem egy nagyon speciális iskola, és más, mint a többi. Norvégiában egy-két csapatot, egy-két klubot leszámítva, igazából nincs annyi pénz ebbe az egész sportágban. A gyerekek oktatása 10 éves korban kezdődik, de eleinte csak azt tanítják meg, hogy hogyan kell edzeni, és általános mozgás-koordinációs gyakorlatokat tanulnak. Amikor 14-15 évesek lesznek, és középiskolába kerülnek, akkor kezdődik a speciális képzés, és úgy tűnik, hogy ez a modell, ez a struktúra beválik, hiszen mind női, mind férfi szinten ott vagyunk az elitben. Itt van például Veronika Christiansen, aki most Győrben játszik, ő is az én iskolámból került ki. 15 évesen kezdte el a munkát, és az az alázat és hozzáállás úgy edzett, mint egy őrült, és az úgy néz ki, hogy kifizetődött neki. Összefoglalva, nálunk nem annyira professzionális klub szinten a kézilabda, mint Magyarországon, amit látok, nálunk inkább amatőrebb vonalon megy ez az egész, de úgy tűnik, hogy ennek ellenére működőképes. Eredménycentrikusság, teljesítménykényszer. Erről is kérdeztük a norvég szakembert, mennyire különbözik ez a két országban. Igen, ez egy nagyon-nagyon nagy probléma, és totális ellentéte annak, ami Norvégiában van. Itt Magyarországon már 12 éves kortól, ami amúgy teljesen nonsens dolog, mindenki eredményeket akar látni a pályán utánpótlás szinten. Ebből is látszik, hogy nem feltétlenül gondolnak arra, hogy mi a végcélja az egésznek. Nálunk az a végcél, hogy a jó játékosok kerüljenek ki az utánpótlásból, de ez az kell, hogy mindenki foglalkoztatva legyen. Ha eredményeket akarsz, nem tudsz mindenkit foglalkoztatni, hanem valószínűleg az edzők is mindig abban a korban a legjobb játékosokat fogják felrakni a pályára. Mi ezt nem így csináljuk, hanem egész egyszerűen képességeket fejlesztünk. Eredmény úgy is lesz, ha ez a fejlődés célba ér, mert akkor sok játékos lesz, aki megüti ezt a szintet. Igen, ez egy nagyon nagy probléma, és ezen biztos, hogy változtatni kell. A végleges cél Magyarországon is az, hogy az utánpótlás jó játékosokat termeljen. Egy kicsit elkalandoztunk a szakma berkeiben, úgyhogy visszatérünk a párduc lányokhoz. Arról beszélgetünk, milyen eredményt, menetelést vár a lányoktól az EHF kupában. Ha viccesen akarok fogalmazni, akkor abban bízom, hogy meg tudjuk tartani ezt a formát egész a bajnokság végéig. De komolyra fordítva a szót, egyébként miért ne tudnánk megtartani? Jelen pillanatban nagyon jó állapotban van a csapat, mind fizikálisan, mind mentálisan. Felfelé ívelő ágban vagyunk. Jó az az energia, ami az öltözőben van. Ez az EHF kupa a Siófok számára, ahogy látom és érzékelem, is történelmi. Mert ez egy első alkalom, hogy ez a klub ilyen szinten szerepeljen. Természetesen mindig tudunk azért apróságokat találni, ami fejleszteni tudunk. Nagyon jó az edzői stáb, nagyon jó fizikális felkészítést kapnak a lányok. Úgy gondolom, hogy torral, taktikailag és edzői szinten mi is jók vagyunk. Szóval miért ne lehetne egy nagyon boldog befejezése majd a szezonnak? Bent Dál és Tormester is nagyon bizakodó a szezont illetően. Bár még sok meccs áll a lányok előtt, úgy érzik, most komoly esély van akár az EHF kupa megnyerésére is, és a magyar bajnokságban a 3. hely megtartására. Az már biztos, hogy az európai kupában való menetelés egyelőre parádés, hiszen a Sevehof csapatát ugyan akadozó játékkal, de mégis nagy fölénnyel 34-21-re verték a siófoki kézisek. Visszavágó szombaton Svédországban.